Hölgyeim és uraim, a mai napon Hajnal Jenőről, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével aláírtunk egy megállapodást. A megállapodás valójában arról szól, hogy az önkormányzat azt a munkát és azt a tevékenységet, amelyet elvégzett az elmúlt időszakban, ezt a tevékenységet valamilyen folytatásként átengedi átruházza a Magyar Nemzeti Tanácsra. Azt kell tudni, hogy a tavalyi folyamán az önkormányzat, mint polgármester, feltett egy munkacsoportot, amelynek az volt a feladata, hogy a Szabadkai Székesegyháznak a építészeti állagát mérje fel, hogy ez a munkacsoport az építészeti állaggal kapcsolatban határozza meg, hogy mely építészeti munkákat kellene elvégezni az elkövetkező időszakban ahhoz, hogy a Székesegyház rekonstruálva legyen, és ennek a függvényében ez a munkacsoport, szakértői munkacsoport építészmérnökkel ezt a munkát elvégezni. Ezek a tények megvettek alapítva. Ezen kívül az önkormányzat a tavalyi folyamán kifinanszírozta azt a projektdokumentációt, ami alapján elő volt látva a teljes villamossági rendszernek a felújítása Székesegyházban, és eddig jutottunk el azzal, hogy mi ebben az évben úgy gondoltuk, hogy majd folytassuk ezt a programot. Most viszont egy olyan helyzet alakult ki, ami nagyon pozitív, és ami üdvözlendő. Arra vonatkozom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács komoly támogatási pénzeket kapott, ami alapján igazából és komolyan hozzá lehet fogni a kivitelezési munkálatokhoz is, és ennek a függvényében a Szabadkai Önkormányzat átruházza további feladatoknak az elvégzését a Magyar Nemzeti Tanácsra, a Magyar Nemzeti Tanács pedig a Szabadkai Püspökséggel közösen fogja ezt a projektet tovább vinni, és remélem, hogy a Szabadkai örömére, hogy az idei folyamán már elkezdődik a munkák a székesegyházi felújításra vonatkozóan. Kívánok én is köszöntöm a sajtó képviselőtése. Örülök, hogy a polgármester úrral egy olyan jókíjról számolhatunk be, amely a Magyar Nemzeti Tanács szempontjából azt jelenti, hogy egy folyamatosság nem szakad meg, hanem folytatódik, és egymás kezéből átadjuk a feladatokat, ugyanakkor közösen ott állunk mögötte egy nagyon fontos és nagyon jelentős projektünk mögött. Az Zalülői Szent Terézből emelezett Székesegyházról van szó, és a Nemzeti Tanács, az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács alig, hogy megalakult 2014. novemberében, stratégiai szempontból nagyon fontosnak és jelentősnek tartotta, hogy a magyarság szempontjából is jelentős műemlékeket minél előbb valamilyen módon támogatni tudnánk. Ebből a szempontból fordultunk a magyar kormányhoz, és a válasz nagyon gyorsan megérkezett. Magyarország kormánya 165 millió forinttal, tehát több mint 65 millió dinárral tudja támogatni a Szabadkai Szent Teréz Székesegyház első szakaszának a felújítását, rekonstrukcióját. Hogy miért volt szükséges, miért már szükséges ez a feladat, nyilvánvalóan, aki ott jár évtizedek óta templomban jár, a templomelő termény, látja azt a veszélyes repedést, amelynek ugye a következményéből adódóan nyilvánvalóan, hogy olyan fontos vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek alapján egy biztos rekonstrukciós folyamat elkezdődhet, és ezen belül a bácskai katolikusság szempontjából a legjelentősebb székesegyházi templomunknak a felújítása is ebből a szempontból fontos és jelentős, tehát nem csak Szabadkai, hanem egyáltalán az itt élő katolikusok és a magyarok szempontjából is fontos ez a felújítás. Az, hogy a Szabadka város önkormányzata látta ennek a feladatnak a fontosságát, azt, hogy már a tervfeladatokat elkészítette, hogy közben a villanyhálózat felújítására terveket is kidolgozta, és mindezt átadta a püspökségnek, lényegében a mintát is megadta, hogy mi hogyan tovább tudunk lépni, és a mi feladatunk az, hogy a tervfeladatok alapján a részletes, teljes rekonstrukciós terv elkészüljön, és a terv mellett pedig a püspökséggel már egy megkötött megállapodás alapján együttműködve tudjuk az első fázisnak a elvégzését elkezdeni. Az, ami nagyon fontos és jelentős ebben a pillanatban, hogy a Jóisten a gondviselés is úgy akart, hogy éppen ebben az évben kezdődjenek el ezek a nagyobb munkálatok, akkor, amikor Babilai Szent Teréz születésének 500. évfordulóját ünnepelhetjük, és sok más olyan esemény évforduló is kapcsolódik ahhoz, amely úgy gondolom, hogy ennek a
beruházásnak az elkezdése minél előbb megtörténjen. Azt hiszem, hogy ez a hármas együttműködés ez nagyon fontos és jelentős, tehát Szabadka város önkormányzata, a Szabadkai püspökség és a Nemzeti Tanács így közösen, közös erővel úgy tudunk építkezni a jövőben is, hogy ez ennek a közösségnek, az itt élő nemzeti közösségeknek a javára tud válni. Amit el szeretnék még mondani, hogy a megállapodás egyebek között azt a lehetőséget is szavatolja, hogy a városi önkormányzat által létrehozott városépítészeti igazgatósággal még külön együttműködési szerződést kötünk, és hát igazán az elkezdett munkának a folytatásában most a Nemzeti Tanács vállal föl szerepet, és hát én abban bízom, hogy a következő évben pedig az épület beszerzésére mindhárom résztvevő tud annyi pénzt előteremteni, hogy egy megújult mindannyiunk örömére, Isten dicsőségére szolgáló szép Székesegyház szolgálja a következő évszázadokban is azt a hitéletet, azt a szakrális hitérikus életet, amely azt hiszem, hogy fontos és jelentős mindannyiunk számára, és mi emlékként is kifejezetten jelentős és fontos az itt élőek számára mindenképpen.